Ó, irgalmasságnak s kegyelemnek atya, minden bűnösöknek magához szívója, ki az ő szent fiát ma halálra adta, ki néző terére fiait hivatja. A Krisztus mindnyájan általam titeket hivat, kik Ádámmal almában ettetek, hogy bűnnek rúdságában többé ne késsetek, szent halálát nézvén hozzája térjetek. Látom, hogy Somlyóra már elérkeztetek, talán vigasságot látni igyekeztek, de ma vigasságra nem indul szívetek, ha Krisztus halálát szívből szemlélitek. Gyertek azért, kérlek, kik terhelve vattok, bűnnek rúdságában, mint vízben úszkáltok. Gyertek, itt mind meg is tisztultok, ha Isten fiával szívből gondolkodtok. Ne légy háládatlan, ó emberi nemzet, mert a Krisztus Jézus érettet szenvedett. Járulj hozzá, kérlek, mert téged keresett, hogy pokol torkából szabadítsa lelkedet. Azért vigasságot senki ma ne várjon. Lehetetlen, hogy itt arra felinduljon, hanem szűve szerint igyekezzék azon, alázatos szívet Krisztusnak mutasson. Feltetszett napja az ő szomorúságának, ezen a nap s hold gyászba borultának, halálát siratják teremtő uroknak, de sok bűnös ember nem ad hitet annak. Azért az ilyenek jól rá vigyázzanak, hogy lelki vakságban nem ulatozzanak, hanem értünk felvett kínjait Krisztusnak, szenteljék fájdalmit keserves anyjának. Talán, ha meglátják ma a Szűz Máriát, szent fiáért felvett szívinek fájdalmát, miképpen búcsúzik s adja szent áldását, éppen meglágyítja szívök erős fagyát. Mert inkább kívánta magának halálát, hogy sem szülöttének látni így nagy kínját, mindelő számlálja anyai fájdalmát, hogy így rút haláltól menthetné szent fiát. De a Krisztus ebben szent anyjának nem enged, mert tudja emberi állatnak örök kárhozatját Ádám fiainak, azért akaratját teszi szent atyának. Ezen akaratja az Atya Istennek mi légyen, megmondjuk, és a Szentléleknek. A mi hallgatóink, kik ide gyűltének, nem sajnálják várni végig beszédünknek, melyet nem egyébért, hanem kik vétkeztünk. Lelki vigasztalást, hogy innen vehessünk. Hozzuk elé, s hogy bűnből kitérhessünk, és a Krisztus kínjaiban részesek lehessünk. Én, Ura világnak, s alkotója annak, szívemben megsértettem, emberi nemzettől, ki az törvényemtől távozott, megvettettem. Mert az tiltott fának, ízét az almának kóstolta, észrevettem. Azért haragomot s bosszúállásomot ma ellene kiöntöm, amit egy szavammal, csak akaratommal teremtettem, eltörölöm. Mert a világ nélkül szent, s véghetetlenül maradhat dicsőségem. Mennyméri szent atyám, amint most a hallám, megsértődött szent szíved. Letekints fiadra, kit öröktől fogva szült véghetetlenséged. Erezd elődbe, hallgast, s kérésében szavait megnevessed. Távol legyen tőlem szerelmes szülöttem megvetni kérésedet. Kérjed szent atyádot, jelens szándékodot,
egyetértek te veled. Emberi nemzetnek, kit gyönyörűségének helyére béplántálál a paradicsomra, és annak határaira szabadságot is adál, hogy ő lenne feje, és mindennek vezére, így formán parancsolál. Sőt, ezeken kívül amaz nagy fizetséget, melyet Lucifernek, kevésség lelkének serege már elvesztett, neki és fiainak, a szent szavainak engednének, ígéred. Eztet megirigylé, s tovább nem tűrheti a pokolbéli kígyó. Ezért incselkedni, s véle társalkodni, családságot forraló, nem szűnék, még véle törvényt megszegetné, tudván, hogy ő hajlandó. Méltó azért arra, mivel szabadságra akaratját bocsájtát, hogy nyomorúságban, sok viszonságban éljen keserves kínban, de más mód jelen van, hogy lelke rabságban ne tartassék azonban. Ímé véghetetlen és megmérhetetlen gonoszsága ő néki. Ezért szükség nékem, mert nagy kegyességem ezt ígéri ő néki, hogy megváltsam őtöt, s elűzzem ördögöt, érte szenvedni. Szerelmes szülöttem, engeszteled szíven, hajlom szent kérésedre, akiket képemre és dicsőségemre semmiből teremtettem, hogy el ne vesszenek, sőt inkább éljenek, én is már úgy akarom. De hogy az halálra s keserves kínokra magadot adjad, az első atyáknak, sőt egész világnak terhét magára vállalt, szükséges nagy dolgot, ízszám és szándékot angyalok tudtára ad. Azért tanácsosim, mennyei szolgáim gyertek elé, akarom. Ezen nagy dologról, világváltságáról légyen tanácskozásom, melyre szülöttem, ki természetében egy velem, ezt vállaljon. Irgalmasság első. Másik az igazság. Harmadik bizonyság. Negyedik okosság. Mind a négy a tanácsát, s mondja maga voksát, illendő lészene, hogy fiam halálra, s bűnös váltságára magát adja kínokra. Ártatlanság légyen, ki is eléjöjjön, ő néki prókátora. Hogy irgalmasságot terjedjen világra, szükség szent fiadnak menni az halálra. Igazságot szerint ne büntesd az embert, jobb leszel, szent fiat szenvedjen világért. Bizonyságot tészek, hogy hajlandóságból vétette ellened, s tudatlanságból. Azért szabadítsd ördög hatalmából, szent fiad váltsa meg irgalmasságából. Bölcsességed szerint, ezeknek tanácsát bevévén, ítélem világnak váltságát. Mert mi hasznod benne, ha világnak romlásában s lelkeknek kárhozatját akarod? Most te, ártatlanság, szükség, ha mellette felállasz, és mondasz ellenkezőt erre, lévén szent fiamnak védelmezésére. Másként nem épülhet a mennyei udvar, ha fiad meg nem hal, nem telik díjakar. Látom, hogy mindnyájon, kik ezen tanácson mostan megjelentetek, keserves kínokra, s végre az halálra fiamot ítélitek. Talán az limbusban, kik vannak fogságban, megmentik az haláltól. Azért gyertek elé, szóljatok mellette, s legyetek mentségére. Emberi nemzetnek első atya Ádám, világváltságára menjen-e szent fiam?
Eztet óhajtottam sok esztendők előtt, lévén a limbusban nagy sötétség között, hogy felséget küldjön nékünk üdvözítőt, ki oldja el rólam bűnömnek kötelét. Azért ó világnak teremtő szent ura, szent fiadot küldjed néked váltságomra. Fán fizessen értem, miért az almára kinyújtottam kezem, menjen az halálra. Ennek a tanácsa egyezik többekkel. Noé, kedves szolgám, légy védelmezéssel. Szent hatalmas Isten, nem védelmezhetem a te szent fiadat, sőt, nagy büszkén kérem, mezítelen függjön értem a kereszten, mert bornak ereje hagyott mezítelen. Sokszámú népeknek s ékes nemzetségnek, Ábrahám öreg atya, te is én szívemnek és minden kedvemnek kedvező pátriárka, Dávid, most szóljatok, fiamat szánjátok, ímé négyen halálra. Eszter, Szent Isten általam hirdetted, midőn egy fiammal, Izsákkal vitetted fáit áldozatra, hogy őtöt, hegyen néked feláldozzam, nékem jelentetted. Ezért teljesíteni ezen proféciát kívánom, s Szent Fiad a súlyos keresztfát vegye vállaira, s szenvedésnek útját járván végigvivén világnak váltságát. Megíratta velem a Szentlélek Isten. Egy néhány versetben, zsoltári könyvekben, hogy vasszegekkel lábában, kezében hagyja őtöd végleg vereségben. Ó, szerelmes fiam, s egyszülött magzatom, ím hallád mindezeknek buzgó kéréseket, s nagy könyörgéseket, hogy a szép üdvességnek szenvedésed által s végre haláloddal vesd végét ínségeknek. Azért azt akarom, s hozzájuk kívánom, menj el, s váltsd meg a bűntől a világot. Elmegyek, Szentatyám, és a keresztoltárán drága lelket vásárlok. Vérem kiönteni, s érettek szenvedni, szívesen már kész vagyok. Én, kisebb Tóbiás, szerelmes atyámnak, egyetlen egy fia öreg Tóbiásnak vagyok. S tehát szükségű javallásának, engedek mindjárást parancsolatjának. Kedves édesatyám, a te akaratod, amint látom, nem más te parancsolatod, hanem hogy menjek el, ez a kívánságod, s Gábelustól vegyem kiadott marhádot. Parancsolatodnak engedelmeskedni kész vagyok, jó atyám. Őhozzá elmenni, mind jobban ismerek úgy cselekedni, te tetszésed szerint a pénzt fel is venni. De, hogy utazásom szerencsésebb legyen, a te tanácsodat, jó atyám, elveszem. Aképpen fogadom, hogy én cselekszem. Kérlek azért téged, hogy ez legyen készen. Nem tudom, hogy a pénzt mi módon keressem, s Gábelus felül is, hogy, s hogy kérdezkedjem, mivel én nekem ott soha nem volt létem. Mind Gábelus nálam, s mind én Gábelusnál, ismeretlenségben vagyunk mi egymásnál. Azután sem tudom, mely a médusoknál ismertetne engem jó barátainknál. Édes kedves fiam, kezeírásának Gábelust úgy vélem nem mond ellent annak, s nem is fogja ellentartani másénak. Ami nálam vagyon, tartja biztonságnak. Azért is menj el, fiam, s keresd mostanába, aki veled járjon, ki semmi órában, nem hagy el téged semmi utadban, férfiat magadnak társul ezen útban. Ha ilyen férfiút kaphatsz hamarsággal,
Bizonyos fizetést ígér neki bátorsággal, mert azt a én megadom neki minden bizonnyal. Csak hozzád legyen ezután igazsággal. Szerencsés jó napot, ifjú! Kívánok te neked, és kérlek, hogy amiket mondok, ne tartsd zsavasságnak, mert valóságosok. Ártani bizonnyal hiddel nem akarok. Azért merészellek tégedet kérdeni, honnét való vagy te? Akarom megtudni, mert szükséges nálam mostan olyan férfi, amelynek én tégedet ismerlek lenni. Honnét való vagyok? Én azt nem tagadom, s mely nemzetségből legyek, meg is mondom. Izrael fiai közül származásom vagyom, s nem máshonnan való az én voltam. Az Isten tégedet sok szép áldásokkal áldjon meg, kívánom, egyenlő szíves akarattal, hogy méltóztattál megmondani, ki vagy, egy, két, három szóval. De mégis, kérdelek, felelj nekem arra, az utat tudod-e, mely tartományokra megyen médusoknak roppant városába, és egyenest vezetni Gábelus házára? Én azon az úton nem csak egyszer jártam, mert én médusoknak városában voltam, és Gábelus atyám fiánál lakoztam. Ekbatán is hegyen vele hulatoztam. Kérlek, várakozzál itten egy keveset, míg len atyámnak eztet hírre teszem. Jó atyám, találtam olyan ifjúra, ki velem eljöjjön ezen szolgálatra, ki kész az utaknak megmutatására, s engem vezetni Gábelus házára. Csodálkozom, fiam, hogy így hamar kaptál olyan ifjúra, akire most akadtál. Kérlek azért téged, azon munkálkodjál, hogy elibén behívjad azt, akit mondottál. Az atyám, Tóbiás, mostan azt kívánja, s azon kér tégedet, jöjj be ő házába. Kívánok te néked szerencsés jó napot, s vigasztalásokkal örvendetes dolgot. Mi nem örömem lehetne én nekem, kinek sötétségben van mindenkor létem. Égvilágosságát éppen nem szemlélhetem, sötétség tömlöcében ülni kényszerültem. Bízzál az Istenben, s légy erős szívvel, közel vagyon, hogy meggyógyítassál ezzel. Biztathasd-e magad, hogy elvidd a fiamat, Gábelushoz kedves magzatomat? Amivel az utaknak módját én jól tudom, én őtet elviszem, s hozzád visszahozom. Kívánt egészében láthatod, állítom, őtet midőn megjő, azt ott neked mondom. Az Isten szerencsés úton vezéreljen. Mindketten kívánom, békességesen visszajönjetek, s köszönthesselek téged fiammal kegyesen. Édes kedves fiam, Gábelus írását neked általadom. Vedd írását, hogy megmutathasd a pénz igazságát, melyet ha megkapsz, add vissza jószágát. Azon kül valamink szükségesek az útra, mindazt most elkészítessétek, hogy mindenütt bátran ketten mehessetek, s hozzánk visszajöhessetek. Jó szolgám! Hallod-e atyám akaratját? Most azért kérlek, készítsd az kenyeres táskát. Uram, mindeneket már elkészítettem. Szükségesnek én, amiket ítéltem. Parancsolatodat ebben betöltöttem, mivel atyádnak is szándékét értettem. Valamik az útra szükségesek voltak, mindazok, mi nekünk mostan készen vannak, előtte erednek az útnak. Halljátok atyáim szavát fiatoknak. Mivel messze földre, szerelmes jó atyám, kellessék tőletek, kedves édesatyám, elmenni én nekem, azért azt kívánom, hogy kedvetek szerint én elbúcsúzhatnám. Én az Úr Istennek vagyok ajándéka, nektek, szüleimnek magzatja. Ezer bánat, avagy keserűség szava nem akarok lenni, sőt, vidámítója. Az Isten titeket sok szép áldásokkal áldjon meg, kívánom egyenlő szíves akarattal, hogy életeteket ti szomorúsággal ne éljétek, hanem sok vigasságokkal. Az én hozzám való gazdálkodástokért bízom az Istenben,
hogy reátok azért gondot visel, s nem hagy jó téteménytekért, hanem meglátogat fohászkodásimért. Már útnak eredek, hanem az Istenben itt hagylak, s kívánom, hogy kedves atyám, szerencsés életben anyámmal lássalak friss, jó egészségben. Jaj, kedves fiamnak, tőlem elválása, mely keserves messze földre. Serves óra, melyben elszalasztám, vénségünk nagy istápját, hogy meg nem található. Jaj, hol vagy szívemnek? Kérlek, ne keseregj, mert eljut a mi fiunk Rágesbe, s mit ön dolgát elvégzi, visszatér hozzánk, s köszönt minket nagy örömmel. A szomorúságnak eljött már a napja, bánat, keserűség, fájdalmas órája, melyben mi szemeink fiunkat nem láthatja. Jaj, nincs már ki szívünket vigasztalja. Édes kedves fiam felől azt állítom, hogy ottan késődik, csak azt gondolhatom, hogy Gábelus megholt, kint szívből bánkódom, és nincs ki megadja a pénzt, csak azt mondhatom. Máskülönben az ígért napra megjött volna, ha akadályütött nem követte volna, mert elmentében nekünk azt mondotta, hogy visszatér hozzánk a mai szent napra. Azért is mindeddig mai napot csak vártam, melyben vígságom, hogy lészen csak bíztam. Életem Istentől nyújtani kívántam, szüntelen gyötrődvén napokat számláltam. De amint látom, nem örvendetesnek mondhatom e napot, hanem keservesnek, mert ez szomorítja öregségét napjainknak, és okozza végét életünknek. Jaj, máról fájdalom, hogy kedves fiammal nem lehet szólanom kedves magzatommal. Jaj, hogy nem tartám meg őtet magamnak, nem keseregnék viszont én Annámmal. Ó, mely siralmas lett életem, nyomorúságra már jutott az én ügyem. Sok siralomtól elbájadott szívem, nincsen vigasságom immár soha nekem. De miért küldenek el oly messze tégedet, édes, kedves fiam, aki tápláltad vénségünköt, segítetted életünköt. Többé már nem látunk egy reménységünköt. Nincs már, kibe az én reménységem vessem, és kihez támasszam az én öregségem. Mert oda vagyon én, édes gyermekem, soha többé nem lesz vigasztalásom nekem. Jaj, jaj már én nekem keserves anyának,
midőn elmélkedem én édes fiamnak elmeneteléről kicsiny Tóbiásnak, soha vége nem lesz már könyhullatásimnak. Kérlek, távoztasd el keservességedet, mert csak rövidíted azzal életed napjait. Hiszem, hogy a férfi, aki gyermekedet elvivé, eléggé biztatá engemet, hogy elviszi Rágesbe, s onnan visszahozza Tóbiást életbe. Azt mondál nekem, amikor elmene? Azért kérlek téged, ne essél kétségbe. Lehetetlen nékem megvigasztaltatnom, s keserűségem tőlem távoztatnom, mert midőn elmémben fiamat forgatom, lehetetlen nékem őtöt nem siratnom. Azért én magamon, hogy vigasztalhatnám, s keserűségem eltávoztathatnám, arra az útra mégyek, ahol őt gondolám, hogy megjönni őtet megláthatnám. Igen, jó lesz, menj el, nem bánom, s ottan vigyázkodjál. S ha látnád őtet messzire jönni, mindjárt értésemre adják, hadd mehessek én is elejbe. Szomorú nap, melyen behott keserűség szívembe. Ó, fájdalom, hogy virágom én előttem elmenem. Jaj, mit tegyek, s hová legyek, amaz úton csak nézem. Mégsem látom, hogy búsgondom örömre fordul nekem. Jöjj ide már, mert anyád vár, siralmas óhajtással. Kérlek téged, vigasztalj meg, nehogy meghalj halállal. Hová lőlel, hogy nem jössz el, kis Tóbiás édesem, hogy vigyázlak, csak nem látlak, szívemtől szakadt fiam. Miért így bánál, hogy nem szánál, talán esett halálod. Csak vigyázlak, meg sem látlak, jaj, már kivégoztol engem. Nagy gyorsasággal én mindenütt megjártam az utakot, ahol őtöt megjönni gondolhattam, de őtöt sehol nem láttam. Sem felőle éppen semmit nem hallottam. Ó, keserűség, mint tepesztett szívünk! Oda vagyon immár minden reménységünk. Tóbiást atyához és anyjához szólani hallhattátok, midőn útra akarta fogni. Kinek is nem egyébre céloztak szavai, mint sem, hogy kívánta őtőlük búcsúzni. Nekem is ez, és nem más a kívánságom, kedves tanítványom. Az az akaratom, hogy ezen utazáson szerelmes anyámnak hozzam tudtára, és vegyem búcsúzásom. Úram, Istenem, ha ez szent anyámnak adandó tudtára, mindjárt az halálnak, jól tudom, elfogja mérgének hullám ki a szent szívét, s lészem végre órájának. Édes tanítványom, tudod, mint szeretem, szerelmes anyámat miképpen kedvelem, hogy lehesse ezért tőle elmenésem búcsúzatlan, tehát neki megjelentem. De jól tudom aztat, hogy az ő szűvében nagy keserűséget érezni kell lessen fog, midő meghallja, ezért tű, őtöt a helyben segítsétek, ne essék kétségben. Szerelmes szent anyám,
Boldog Szűz Mária! Atyám országának éges koronája, a Szentléleknek eleven temploma. Hallgass most fiamnak egy-két szavaira. Én, az én atyámnak kegyes értelméből, mennyből kiszállottam, szent rendeléséből. Tetszett, hogy fejévék a te szent mélyedből, s világért meghalnék egyes értelemből. Azért jöttem hozzád, mint fiú, az anyjához. Tudván nagy hív voltodat hozzám, te fiadhoz, mert búcsúzni kívánom tőled. Mert halálhoz, közelít életem utolsó órához. Én szerelmes fiam, nézz éves magzatom, tőled elválásom, hogy kelljen szemlélnem. Kérlek, hogy meg ne hall, és ne szomoríts engem, hanem vigasztaljad én szomorú lelkem. Szerelmes szent anyám, mennem kell halálra, így kérésednek nem lesz válasz. Édes, kedves fiam, szívem ne szomorítsd, hanem halálodat könnyebben rendeljed. Szerelmes szent anyám, már vagyok békességben, így kérésednek nem lehet engednem. Fiam, emlékezzél meg nagy epességemről, anyai keserves cselekedetemről. Hiszen én szültelek téged méhemből, én neveltelek drága szentejemről. Tudod, édes fiam, miként tartottalak? 33 esztendeig szolgáltalak. Anyai voltommal úgy oltalmaztalak, hogy soha meg nem szomorítottalak. Azért kérlek mégis én, Istenem. Hallgass meg már csak az harmadik kérésem. Fiú lévén, ebben kérlek, engedj nekem. Vagy halálodban téd észessél engem. Ám bár édesanyám, te légy testemnek szülője. De ennél nagyobb istenségem, kit öröktől fogva az atyától vettem. Így kérésednek nem lehet engednem. Hanem én te hozzád, szerelmes anyámra fordítom szavaim végső búcsúzásra. Ezért figyelmezzél most az én szavaimra, hadd mehessek mindjárt elrendelt utamra. Azért, hogy életem oly sokat fáradoztál. Az angyal szavára méhebben fogadtál, 9 hónapig bezárva holdoztál, e világra szülvén tejeddel tápláltál. Köszönöm, szent anyám, a fáradtságidot. Köszönöm hozzám való látásidot. Megfizeti atyám anyai voltodat, s én velem tött oly sok dajkálásidat. Mert már édesanyám, nagy keserűségedben ajánlok tégedet Isten kegyelmében. Tudom, gondot visel Tereár mindenben, s részessé is teszem ő dicsőségimen. Már búcsmot vévén, méltó hálaadással, kérlek, szerelmes anyám, anyai áldással bocsáss, hadd mehessek mindjárt e tanítványimmal, keserűségre és halálra bátorsággal. Bőv áldással téged, mennyei szent atyád, áldjon meg, kívánja keserves szívem. Istentől küldettünk mindketten te hozzád, hogy téged segéljünk, mert nagy a te igád. Ne félj, ó áldott szűz, mert Isten megsegél tégedet, s nem hagy el, teként vén ügyedet. Annás! Zsidóságnak okos bölcs főpapja, most ideje, vigyázz népedre s magadra!
Nagy gondod legyen híres országodra. Nehogy mint fejenként jussunk nagy rabságra. Mit akar a beszéd? Mondd meg hamarsággal. Hadd menjek ember nagy summával. Én amit hallottam, egész zsidóságban. Egy ámító támadt nemrég országunkban. Ez zsákmányt teszem a mi jovainkban. Mert minden esze vagyon ámításban. De még én nagyobbat hallottam felőle. Az egész népességet az a megtérésre, penitenciára hívja, és hívségre. Talán királyságra vágyik az ő szíve. Már ővele járnak egy néhány hódítók, mi amúgy gyűjtött rongyos tanítványok. Híres országunkban nemzetünk pusztítók, és az egész népet hozzája hódítók. Azért kérünk téged, hogy ne hagyd hosszú őszre asztot, és beszédünket ne vetsük egységre, ha a te népedet akarod élnie. Széles világnak hírére és nevére. Ha ezt nem cselekszed, tudd meg bizonyosan, hogy nagy pusztítás lesz az egész zsidóságban. Mivel nagy sereggel, majdnem minden napon megjelenik a nép prédikáláson. Ó, te szegény Júdás! De nagy bolond voltál, mikor a Krisztushoz te szolgálni állál. Utcánként utána mezítláb járkáltál, és azon fejül pedig szüntelen koplaltál. A tetvek egészen majd, hogy meg nem esznek, a serkék a fótból szüntelen rebdesnek. Már az erszényembe is belé költöztek, és jobb részét testemből kiszíták vérem. Mert minek utána Krisztushoz állottam. Bizony csak egyszer is, soha jól nem laktam, holott sokat durfult mindenkor a hasam. Üsse meg a buta, tovább nem állhatom. Két vagy három jó pénz, ó, bár csak kaphatnék, azzal bizonyára most pálinkát vennék, régi szép fínyem ittán megfínlenék, s hervadott testemen megelevened. Júdás pajtás! Mi lehet? Talán fáj a feje, hogy pipei borral tart a turad téged? Mert igen lankadva vagyon a te tested. Vagy csak azon búsulsz, hová tetsz sok pénzet? Én nem vagyok beteg, mint magamat érzem, de búsulok erőst, mivel nincsen pénzem. Nézd, mint megrongyolódott már minden köntösem, s mindenek szemlélik mezítlen testem. Én ugyan meguntam Krisztusnak szolgálni, mert semmit én nekem nem akar fizetni. Semmit ne törődje, hogy most nincsen pénzed. Sokat ne búsulj, hogy üres az erszényed, mert ha elegendő részen néked eszed, majd ezüsttel teli erszényed lesz néked. Az hogy lehet meg? Ki nem gondolhatom? Bízd rám te azt, majd végére hajtom. Megfogadom szódat, de csak úgy, ha jót mondasz. Látom, szükséged van egy pipa dohányra. Semmi kedves nincsen boldog mennyországba. Ha így akarsz élni, ne menj imádságra. Soha többet nem lesz gondod főpályásra. Most éppen a papok s fő tanácsok arról tanácskoznak, miként légyen módjak, hogy Jézust megfogják, amint szándékoznak. A kezekbe adott, sok ezüst pénzt adnak. Menj dolgodra, sátány! Talán azt kivárod, hogy mesterem eladjam, várod? Veszel hát pénzeddel, nem persod elállod. Jobb lesz, hogy jó dolgot viselj életedre. Sokan megesküdtek ám az elvesztésedre. Hiszen azt gondolják, hogy te vagy a Krisztus. Majd meglát, hogy ugyan megdolgoz a fiszkusz. Most vagyon törvények éppen a papoknak. Hogyha megkaphatnak, tégedet megfognak. Azután csak hamar keresztfára húznak. Inkább én megyek el, s nékik megmutatom. Hol vagyon a Krisztus? Oda viszem magom. Talán még pénzt is kapok tőle, azt gondolom. És így a halált Istán meg nem kóstolom.
van itt egy ember, aki tud felőle, mert gyakran a kertbe járogatott vélem. Erbe jó barátom, hamar ez tanácsba, mert beszéde vagyom veled ez órában. Barát, hallom, te sokat forgolottál az tanítóval, sokat fáradoztál. A megfogásában módot kitalálnál, szernyű sok kincsel ma meggazdagodnál. Úgy hallottam néktek vagyon nagy tanácsot. Ha megszerdülne most a sárga pungátok, abból kirepülne hozzám a Máriástok, kezetekbe lenne holnap messiástok. Behelyesen mostan te szólásod essé, hisz mindez idáig ilyen embert keresél. Ez 30 ezüst pénz. Látod? Tere, nézd. Melyen szükségedben gyakortasok, jót tész. Katonákat mellé mostan rendeljetek, bottal, dolongokkal, kik készen legyetek, mert mellőttetek véle megjelenek, kezetekre ejtem, ráfegyelmezzetek. Ha így áll a dolog, rögtön menjetek el, őtöt most sietséggel keressétek fel. Jöjjetek, kik terhelve vagytok, és mindjárt nálam nyugodalmat kaptok. Térjetek meg, kik bűnben torkig úszkáltok, minden bűnötökre szabadulást adok. Mert a mennyországba mások be nem térnek, senki bűnben az én atyám elé nem mehet. Nem adatik bűnösnek az élet, hanem kínköve tűz, bűnt örökre éget. A mennyországban nagy vigasság leszem, minden öröm túláradó öröm leszem. Aki bűneiért itt eleget teszem, az olyan, melyért is nagy utalmat veszem. Atyám! Édes atyám! Hogyha lehetséges, múljék el a pohár tőlem, mert igen keserves. Bízzál, én Istenem, mert a te poharod örömödre fordul iszonyú ikot. Mégis kérlek téged, felséges Istenem, hogy múljék el a pohár tőlem. Menj, béli szent atyám, tekints meg fiadat, s kényszenvedésemre küldött pohárodat. Távoztassál el tőlem így szörnyű kínokat, mindazáltal legyen meg te szent akaratod. Sírjatok, ó egek, és gyászba boruljatok így ajándékokon, mert álmélkodhattok. Ím ez nagy kötéllel, teremtő uratok, ma megkötöztetik, kegyes alkotótok. Oszlopai egeknek félvén reszkessetek, s keserűségtekben földre ledőljetek, mert ímé ez oszlophoz, kegyes teremtőtök, köttetik szorosan ti gondviselőtök. Ó, elme és okosság, ha vagyon bölcsességgel, most szomorkodjál, mert szent fiad ezen tövis koronával kínosztatik immár halálos sebekkel. Ah, kegyes királyom, mit vétél atyádnak, hogy keserűségét ez mérges pohárnak akarja itatni veled a mirhának, mely nagy gyötrelmelé szent szájadnak. Hogy menjek uramnak kínzó szerszámokkal, ó fájdalom, elejébe királyomnak, mert ártatlan báránt talpig ezzel nyúznak, s ártatlan tagjai vérbe borítatnak.
Siránkozzál velem, ó angyali sereg, mert elfogta szívemet a nagy keserűség. Midőn tudom, hogy ez keresztre atyámat feszíteni nagy kevésség. Ó, nagy szeretetnek mélységes tengeren, mi bőven terjedt emberi nemzetre, a szeretet viszem ez keresztre, én nem szólhatok fájdalom szállott szívemre. Ha szíved nem acél, vagy erős kőszikla, ez nagy vasszegeket szomorún vizsgálja, mert alkotót kezes lába keresztfára szegeztetik ezzel, végigmaradásra. Elég volna immár, ha kegyetlensége megszűnnék bűnösnek, s istentelensége, midőn angyaloknak királyát megölte, és csúfos halállal keresztre szegezte. De nagy fájdalom, a szernyű hitetlenség, keresi szent szívét balgatag irítség, lándzsával oldalát felnyitja fösvénység, melyből vért és vizet iszik a részegség. Látjátok mindnyájan, ó keresztény lelkek, kínzó eszközököt, melyekkel értetek kínosztatott itten kegyes teremtőtök. Mégis szomorkodni, ó fájdalom, én nem ügyekeztek. Ti hozzátok azért szavaim fordítom, érzékenység nélkül kik vattok világon, kiktől származtatok ti csodálatosan, szomorkodjatok ma így illetlen dolgon. Nap, hold és csillagok gyászba boruljatok, plánétákkal együtt egek zokogjatok, föld s erős kősziklák illik hasadjatok. Szomorúság napja eljött, íme látjátok. Eszted bizonyára meg is cselekedték, érzékenység nélkül valók el is követték, de mivel emberek ezt semminek véljék, rút vétkeikkel minden nap terheljék. Azért siessünk el az ajándékokkal, urunkot köszöntsük kínzó szerszámokkal, mert mostani világ teli gonoszsággal, melyek által fizet kínzó szerszámokkal. Így nagy gyorsasággal, ti hova siettek? Oly fegyveresen vagyunk, kit kerestek? A Názáreti Jézus! Aki megismerni Jézust kívánjátok, én vagyok, s én vélem vagyok, mit akartok? Mégis kényszerítélek titeket, hogy tük itt kerestek. Üdvözlék Krisztuson! Szerelmes mester! Örvendetes csókkal orcádat illetem. Barátom, szép szókkal és mézes színű csókkal árulsz el engemet. Rajta jó vitézek, mindjárt kezeteket reája tegyétek. Lánccal s kötelekkel őt megkötözzétek. Azután, ha tetszik, üssétek s verjétek. Mindazáltal őtöt vigyétek csendesen,
hogy a népek közt baj, dúlás ne legyen. Máskülönben nekünk nagy kárunkra leszen. E dolog a népnek, ha tudtára leszen. Ez az. Hogy más birodalmán kapdos? Ki mondotta? És hogy másnak jovait elvest? Ki mondotta? Te neked az atyád azt nem parancsolta, sem másnak jovait te neked nem adta. Mondd meg, honnan vetted bölcsességedet? Hol vannak most, akik követtek tégedet? Talán elküldötte gyűjteni sereged? Avagy ők mindnyájan elhagytak tégedet? Mindenek bennékem szívem kívánság a bétot. Látván ez állapot megfogva. Parancsolom őtöt, hogy kemény rabságra. Rögtön Pilátushoz vigyétek úrcolva. Keserves állapot. Isten küldött engem, hogy mostamot lesz, ne beszélnek én velem. Az Isten anyjának, miként a félelem, elfogta ő szívét, Istenként. Ismersz, én jól tudom. Nemesebb angyal vagyok, és azért jöttem, hogy rendesebb móddal néked megbeszéljem mindjárt szólásommal, hogy tudjad, hirdesd a szűzanyát azonnal. Ó, bánkódott szívvel fiam gondolkodik, mint álva görlice, igen álmélkodik. Néhinek gyümölcsén igen óhajtozik, ezt az Atyaisten fiáról beszélik. Az angyali seregek azon álmélkodnak, az ég és a föld is mind csodálkoznak. Mi dolog, szemeit az égről úgy mondanak, ő el nem fordítja. Fű, fa, mind kiáltanak. Úgy vélem, nagy dolog forog az ő elméjében, mely keserűséget hoz az ő szívében. Való, hogy mi mindnyájan, gyászban mi szívünkben, ne öltözzünk sírván keserűségünkben. Mert bizonnyal elhitt, nincs a titok nélkül, hogy ő hajlékában szüntelen egyedül, különös szálláson, külön mindenektől, annyira bánkódván orcája elkék. Ennek okát pedig, hogy megtanulhassuk, tanácsot műtartsunk, és úgy kitanuljunk. Szükség rá vigyázzunk, mert mű nagy asszonyunk, és ha segélhetjük, mind mellette vagyunk. Könyhullatásokban szemem immár forog, keserűségemben ugyan igen lobog. Segélj már, ki mivel igen mozog, szívem nektárver issze, szemeimen csak. Méltó csodálkoznunk seregek angyala, minden igazságok evező csillaga. Eltévejetteknek megnyíló kapuja, jóknak s igazaknak hordozó bárkája. Nemes angyal lévén te nemes elmével, Istentől áldattál méltó nagy erővel. Mégis csodálkozol hát én seregimmel, hogy ne rettennék meg gyenge híveimmel. De most veszem észre nagy gondolkodását, a Szűz Máriának oly nagy hallgatását, hogy ugyan az ég is az ő vigyázását általadja a földnek csendes hallgatását. De vigyázz moston, kitanuljuk. Gábriel angyaltól bizonnyal megtudjuk, mi annak az okát, azt is által látjuk, bút vagy vigasságot tőle mindjárt hallunk. Üdvözlégy,
Jézusnak fájdalmas, szent van. Mi dolog, ó angyal, hogy ez fájdalomnak? Engemet nevez most keserves anyának. Mondd meg, kérlek, okát nekem a titoknak, másként csiralommal szemeim borgonok. Jól tudod, én időm fiamat méhenben, bevendő voltam az én keveremben. Akkor azt mondottad, én leszek szerencsés. Úgy szólál teljes életem. Ez abból kitetszik, hogy nekem így szóltál. Malasztalva teljes hozzám így kiálltál. Melyet a köszöntésben te mostan elhagytál, és ezzel az én szívemnek nagy fájdalmat hoztál. Miért, ó Gábriel, hogy így árva elmondnak? Már a nevet nem adott halandónak. Csak fájdalmas árvát az Isten anyjának rendbe tesz. Azért maga való fájdalomnak. Isten elküldött volt hozzám köszönteni. Míg minek előtte méhenben fogadni, kellett fiamat teszútra bevenni. De akkor az Urat mondták velem lenni. Kérlek, ne változtasz a szívi köszöntésen. Ezzel az én szívemnek nagy fájdalmat. Ja, igen erős szemben. Mondd meg, ide téghoz köszöntés. Csak hallgat, szívem majd meghassa. Erről is én tagom mindjárt most ellakad. János, mit hallottál szerelmes fiamról? Kérlek, mondd meg nekem azt, hogy mesteredről tudhatsz, hogy hallottál világistenéről. Úgy talán távozik fájdalom szívemtől. Ó, áldott szűzanya, keserves hírt neked kelletik hirdetnem, mert erősen szenved édes fiad, s kedves gyermeked, megkötözve vagyom most a te Istened. Jaj, hová legyek keserűségemben? Nincs már reménységem világon semmiben. Már vagyok, s leszek a nagy sérelemben. Nincsen olyan anya, ki ne sírjon lelkében. Ó, hegyek és földek, engem segítsetek! Fű, fa, s minden erőktű velem legyetek! Asszonyok, leányok, már hozzám jöjjetek! Segítséggel lenni most igyekezzetek! Fogjatok meg engem, lábaim nem bírnak! Jó asszony, barátim már nem pártolnak! Én állapotomon most mindjárt sírhatnak! Elesem! Akik látják, ne hagyjanak! Hol vagy már, ó család? Ulandó világ. Bizony mindenben te nem vagy zöldelő ág. Megcsalod, s rettented az embert, mint aszuhág. Kirem idő lépik, s lábaival felhág, alig ereszkedik, azonnal leesik. Sok bűban, bánatban ő mindjárt fekszik. Játszattatod őtöt, ahogy neked tetszik. De ám azt tudnám, hogy én miben vétettem. Vagyis te ellened miben cselekedtem. Kérlek, mondd meg nekem azt, hogy amiben vétettem, bocsánatot kérjek arról, amit tettem. Tudod, az az enyém, hogy törbe ejtselek. Ne kérdezd én tőlem, hogy téged mentselek, mert búban, bánatban nagyobban ejtelek. Vigassággal lenni, éppen nem engedlek. Látom, hogy mellettem nincs kimunkálkodjék. Most veszem azt észre, mint az árvát segélyék. Hosszú úton lévő fiamat mind féljék. Szívemnek bánatját miképpen neveljék. Azért az árvának jobb leszen az halál. Keserűség, hogy ne fújja azt, hol ő áll. Hadd menjen Istenhez, akit már régen szolgál. Mert az ő élete nagy fájdalomban áll. Hol vagy már, ó halál? Nincsen előmben. Aki távol voltál eddig életemben, gazdagot, szegényt minden időben látogattál, s láttál Siradom völgyében. Itt vagyok. Ne búsulj. Kétségben ne essél. Mondd, mi bánt téged, s mely felől fúj a szél. Éhol, amint hívtál, hozzád vagyok közel.
Parancsolj csak bátran, megadom, mit kértél. Hát már hová legyek keserűségemben? Adjatok tanácsot az én ínségemben. Jöjjön bár valaki nagy szenvedésemben. Segéljetek engemet én özvegységemben. Halván óhajtásidat szívemből már szállak. Siralmas szókkal kiáltani hallak. Árvák közt elhibb, nyomorúnak mondlak. S a világ előtt keservesnek tartlak. De elhidd azt, hogy én téged nem segélek. Megvan parancsolva. Hozzád ne is érjük. Hanem fájdalmidat enyhítsd, arra kérlek, jégveremmel néked semmit nem segélek. Sőt, ihon előtted már is alig állok, fülemben szüntelen parancsolást hallok, hogy fegyverem letegyem, kit látok. Elhidd, amiket én te neked most mondok. Keserű bánatba forult már én szívem. Vallását világnak, és többet elvetettem. Látom, többennetek nincs reménységem. Ha nem útnak fogok, és keressem Istenet. Annás, mi főpapunk teli van méreggel, s te hozzád Pilátus bennünk ez emberre küldött, hogy halálra ítélt, mert vérgekkel rakva találtatott iszonyú bűnökkel! Halálra! Szilencium! Mit vétett ez ember? Akarom megtudni. Másként az halálra nem tudom ítélni. Ha cselekedeteit nem fogom hallani, azért mondjátok meg, mik az ő vészkei. Országunkat régen ez ember pusztítja, Izrael népét is erősen hódítja. Magát az országban királynak állítja, s hogy őtöt kövessék, erősen ajánlja. Én sokat nem szólok. Többet fogsz hallani másoktól, ha tőlük akarod megtudni. Azért hamarsággal jól végére menni ügyekezzel, ne késsél a dolgot megtudni. Másként ez embernek híre lesz mindenütt. Annás is szenvedni fog, te veled együtt. Mert társai által ő most is meg nem szűnt magát királynak hirdetetni mindenütt. Nem király! Nagyon csodálkozom ezen az emberen, nem azért, hogy hozzám hozatott légyen, hanem a sok rossz gonosz tételen. Ha így foly a dolog, tovább megyek ezen. Valakik tű ezért itten jelen vagytok. Nektek parancsolom, hogy amiket tudtok ezen ember felől, nékem megmondjátok. Cselekedeteit nékem megvalljátok. Ez magát királynak sokszor állította. Kedves nemzetünkkel magát imádatta. Ez is elég volna, hogy menjen halálra, de még többet mondok. Bizonnyal ő szava. Sokszor fenyegette a mi nemzetünköt, hogy ő valamikor megítéli őköt. És nem csak őköt, hanem mindnyájon bennünket. Pokolra hány, ha nem követjük őtöt. Látod már, Pilátus, miket cselekedett? És hidd el azt is, hogy csak istenséget ezekkel az ember magának keresett. Nem gondolt abban is, hogy megbánt tégedet. Halálra! Nem csak egyszer, oly szókat hallottam szájából, hogy senkinek élete nem lesz kívül-e, hogyha őtet nem követi. Ezért cselekedj, mit tegyünk vele? Ne halogasd ez embernek dolgát, ha csak nem akarod zsidóságnak kárát. Keresztelj, ő is ismeri már magát, hiszen lapít, mint a nyúl. Ítéld el! Ítéld el! Nem hallod-e? Ezek mit mondnak felőled? S mit állítanak mindnyájon ellened? Tudd meg bizonyosan, hogy elvesztett fejed. Ha igazak ezek, meg nem marad életed. Mondd meg azért, kérlek, s ne vedd tréfára, ha nyilván te vagy a zsidók királya. Látod, ezek mindnyájan ítélnek halálra. Én is hadd készítsem magam e dologra. De mindezek felett azt akarom tudni. Honnan való vagy te? S kinek kelljen hinni? Ezen kérdésemre mindjárt megfelelni kényszerítlek téged. Másként rossz fog érni. Te mondod, hogy vagyok zsidók királya. Országom pedig lent.
Atyám országa. Miért nem mented magad? Látod, hogy kezemben vagyon az életed, s lesz nagy veszedelemben. Nem szólasz egyet is beszédimre? Hát szóljatok ti! Mit csináljak vele? Most nem ítélem őtet az halálra, hanem nektek az ostorozásra. Legyen jó gondotok, azután az útra menjetek el vele, vigyétek Annásra! Vigyék el Annásra! Annásra! Rajta, amit érzek, most azon legyetek, hogy urunknak szavát beteljesítsétek, mivel találtatok ő benne sok vétek! Vétek! Példája vagyok én kolos sáfároknak, hamis keresetű család férfiaknak. Én már rabja vagyok örök kárhozatnak. Példája azoknak, kik kárt adnak másnak. Becsületet nyerni akarnak maguknak, s lesznek megnyitói poklok ajtainak. Paradicsomban, Ádámmal, s Évával, hogy a gonosz sátán őköt az almával, megbolondítá ő sugallásival, a paradicsomból kicsalta sík szóval. Így járnék velem is a pénzen kapással, ki paradicsomba valék a Krisztussal, ki mindaddig hazuda, míg hazugságival, elcsalá öltőre színes családsággal. Átkozott az óra, melyben fogantattam, átkozott a napfény, kit először láttam. Átkozott a nap, melyben megcsaladtam. Édes mesteremet, uramot eladtam. Most a főpapoknak itt vagyon a pénzek. Vesszen el vele, ha hamis keresményitek. Legyen egy ok a lelkemnek vesztetek. Fogjon igaz vérért ti hamis véretek. Immár hova legyek? Káinnal elmegyek. Az emberek engem megölnek. Tudom, bizonyosan mindjárást megölnek, nyugodalmat magamnak. Hol tegyek? Elsietek azért, nem hagyom sokára. Magamot felkötöm egy akasztófára, mert az ártatlan vérigen ford torkomra. Induljatok azért szánakodásomra. Ez a pénz, mivel hogy vérára elvenni, nem szabad a templom pénze közé tenni. Jó lesz ezzel fazekas edényét megvenni, melyben idegenek szoktak temetkezni. Itt a pénzetek! Véle elvesztetek! Ne láttalak volna már soha tütöket! Gyertek elé immár kísértő sátány, kik az árulásban voltatok mesterim. Legyetek lelkemre segítő mesterim, az akasztófár kísérő szolgái. Mit parancsolsz, uram? Immár készen vagyunk. Néked, holtodiglan, mind híven szolgálunk. Ha kívánod, magunk téged felakasztunk. És nyakadra pedig erős kötelet fonunk. Elbe lassan pillant, Júdásod a szemed. De ne búsulj, mert lesz majd neked könnyebbséged. A pokolban készen vár már az ágyat téged. Megnyugtatjuk ott. Testedet, lelkedet. Tudjátok, megmondám, hogy a fösvénységgel, tőlem találtatott szép mesterségemmel, sok hasznokat teszek, mind jó eszközömmel. Ezt te bizonyítom Júdás kegyelessel.
de nem még te is. Azzal az emberrel, akit most megfogtanak. A te mestereddel az egész városon sétálsz fel a széllyel. Miért próbálsz, hogy nem tudsz látni te dolgodhoz? Én bizony nem tudom, te most amit habogsz. Bizonyára ez is a názareti Jézussal vala. Az ember, kiről szólsz, bizony nem ismertem. A hírét hallottam, messze elterültem. Megtagadt barátom, hisz láttunk ő vele. Nem te van Gecsemáni kertben, mikor uralat megfogtuk velünk jövél szembe. Átkozott én fejem, hogyha vele voltam. Higgyed el, ottan én soha nem jártam. Irgalmas, kegyes, szerelmes megváltom. Penitenciára szívemet fordítom. Ne nézd bűneimet, megváltó Krisztusom. Lelkemet gyógyítsd meg a bűntől, orvosom. Nékem megjelentéd, hogy minek utána háromszor a kakas elsőben szólana. Én üdvözítőmet nyelven megtagadna, midőn szolgálónak a tűznél szólana. De mindazonáltal, szerelmes mesterem, kérlek azon téged, hogy megneves engem. Ne nézd utálatos, halálos nagy vétkem, hanem adjam. Légyen benned reménység. Lejöttél a földre, nem csak az igazakért, hanem a nyomorult boldogtalanokért, sátán tömlöcében síró bűnösökért, a bűnnek sarában torkig heverőkért. Minden bűnösöknek te vagy reménysége, eltévejedettek útra vezetője. Általad vagyok mindenek üdvössége, kiknek rút vétkeit mossak sebed vére. Te vagy az elhagyatottak reménysége. Minden éhezőnek jó ízű kenyere. A megkeseredetteknek édes méze. Elnyomorodottak igaz reménysége. Te mindenek felett legnagyobb szeretet. Mint az Atya, minket úgy szeretett, hogy a bűnösökre az égből tekintett, és a bűnnek sarából te általad felvett. Valakik tékedett második személynek, az Atya Úristen mély bölcsességének hisznek, az Atyával, Szentlélekkel egynek. Mindnyájan te tőled üdvösséget nyernek. Ne tekintsed ezért az én bűneimet, hanem kegyes mester, mossad sebeimet, kegyelmes orvosom, gyógyítsd vétkeimet. A te színed elől ne vess el engemet. Megvallom. Vétkeztem ellened, Istenem. Midőn megtagadván, hamisan esküdtem. Igaz hívségemet bizonnyal megszegtem, melyért kárhozatot tudom érdemlettem. De az hit, szeretet és erős reménység. Tudom, hogy meg nem csal senkit, jó Istenség. Valaki te benned bízik, gyönyörűség, hanem általad lészen annak üdvösség. A
azért légy irgalmas. Kegyelmes én nekem. Bocsásd meg, ó, uram! Felette nagy vétkem! Mert bánom, hogy ellened, Isten, vétettem. Feltészem, ezután soha nem vétkezem. Mivel nem talált a hamisnak, s méltónak lenni a halálra. De hidd el azt, hogy minden álnoksága már megvalósodott. Egy világosságra kinyilatkoztatott az ő hamissága. Azért ítéld őt méltónak halálra! Egész országunk igaz tisztartója, mi császárunknak. Ne higgy, kérlek, ne higgy a sok álnokságoknak, mert éppen király előtt már a zsidóknak. Azért, hogy te vált királyságra. De jó gondod legyen a koronázásra, mert az ilyen ember, tudod, ma vágy arra, hogy hamar juthasson a nagy méltóságra. Én ugyan nem bálom, ha ti nem szánjátok. Holott tudjátok, mégis úgy rontjátok. Rajta, mint tetszik, őtöt kínozzátok. A tövis koronát fejébe nyomjátok. Mivel a dologban annyira mentetek, kívánságunk szerint meg is tiszteltétek, mint egy királynak, koronát tettetek a fejébe. Azért most más voksot tegyetek. Pilátus, őtet most többé ne tartóztat. Sőt, mivel érdeme szerint jutalmaztad, de a nagy keresztet gyorsan elé hozas, hogy szentenciádat már azon megnyugtattasd. Nem tudom, mit tegyek felgerjedt népségnek. Látom, csak halálát kérik az embernek. Azért meg kell lenni, hogy ő a keresztnek halálával vesse végét életének. Keresztre vele, halálra! Nekem fogja. Keresztre, veszíts be! Mi, Poncius Pilátus, jeruzsálemi tisztartó és ítélőbíró, Tiberius császár birodalma alatt előnkbe adták a papi fejedelmek, a népvénei, a názáreti Jézust, ki mondatik Krisztusnak, bévádolván őtet, hogy ő parasztszüléktől születtetvén merte magát zsidók királyának mondani, és Isten fiának magát tenni, és a császár adóját tiltotta, és ehhez hasonló gonoszságokat követett el. Mi pedig tisztünk szerint azokat vizsgálásra vettük, azért tisztünk hatalmával azt rendeljük és parancsoljuk, hogy a megnevezett názáreti Jézus gonosz cselekedeteiért halogatás nélkül elevenen keresztre függesztessék, és annak megerősítésére törvénypálcát rajta eltörjük. Amen. Keresztre vele! Rajta most kifejezek már a szentencia,
ezer ember ellen ki vagyon adatva. Azért őt mindjárt ezen keresztfára. Szegezzétek fel! Hadd menjek, uraság! Béri szellanyám, éppen jókor jöttél. Talán az atyámtól éppen hozzám küldettél, hogy végső órámon te is velem lennél, és engemet, fiadot látnál kesergéssel. Íme én szerelmes és keserves anyám, most beteljesedett az én végső órám. Édes, kedves fiam, én már hová legyek? Vigasztalást nincsen sehol, kitől vegyek. Szomorúságomban mely felé siessek, nem tudom. Hát nincsen már, akit remények. Tudom, hogy mindeddig oly sokat fáradoztál, hogy az én halálomról bizonyos tudnál. Most színen látásában vigasztaltassál, mert hamar meghalok, szent anyám, búcsúzzál. Kedves édes fiam, a te jó volt oda, hogy engem, nyavajás szolgálódat, nem tekintvén az én méltatlanságomat, anyám választottál kisebb leányodat. Köszönöm, és követlek, hogyha életedben úgy nem szolgáltalak, mint anya. Mindenben jól gondolt te rád, te gyermekségedben, hogyha nem viseltem légy irgalmas ebben. Tovább mégis, a te szép nyájasságodat. Köszönöm minden vigasztalásodat. Szegény szolgálathoz fiúi voltodat. Adjad már Isten kegyes áldásodat. Szentséges atyámnak és a szent életnek ajánlak tégedet mennyei seregnek.
Kérem mindenekben téged segíjenek, s keservességedben megengeszeljenek. Megvigasztal téged, én szentséges atyám, az én kérésemre, én szentséges anyám. Követlek mindenben, édes kedves rózsám, Isten legyen veled, eljött már az óra. Hagyjál el engem. Miért nem engeded meghalnia nekem? Szomorú anyádnak. Mivel már én lelkem elvágyat, vagy az itt keserűségem. Miért te is, ó halál, ki szomorú voltál minden állatokhoz, most megjámborodtál? Mind bízám te hozzád, hogy megvigasztalnál kemény fájdalmimmal. De te sem gondolál. Ó, bár csak meghalnék ebben az órában. Jobb volna nekem, mint sem álmosságban. Maradék világban. Szorongatásokban. Jaj. Hová leszek szörnyű fájdalmimban? Jaj, nagy kedven tartott, szerelmes szülöttem, ki nélkül már-e világon, hótig árva lett. Szerencsétlen, s keseredett anya, válik és szent fiam testét, ki Gyümölcse nem édes.
egységes Istenem, miért adottál el? Miért oly hirtelen kezekben akadtál? Kegyetlen zsidók tőrébe jutottál, és mint vérszopóknak ételül adattál. Nem más volt az oka, hanem hogy tégedet megszabadítsam rabbá lőtt lelkedet. Ó, annyit hát miért, Jézus, imádkoztál? Imádságaid miatt csak nem elájultál. Nem más volt az oka, hanem hogy atyámat megengesztelhetném, és imádságomat éretted mondottam el. Mert álmos voltodat, gyakran tapasztaltam te tunyaságodat. Tudom, jó Istenem, hogy sok gyalázatot, szenvedtél félelmet, de miért azokat? Fájdalmat szenvedtem, hogy te bátor légy. Rettentem szívemben, hogy te ne rettenjél. Hálát adok néked, ó édes Istenem, hogy az én szívemben bátorságot nyertem. De édes Jézusom, mégis arra kérlek, mi oka lehet hát, hogy így szenvedések szorongatnak téged, irtóztató sebek és más ínségek, és miért kínoznak ezek? Ezek az ínségek azért vannak rajtam, hogy a te ínségedet megszabadíthassam. Áldott légyen benned valamennyi ínség. Érettem szenvedet, mert vagyod idő, dicsőség. Szent véredet látom bőség elefonyni. Mi ennek az oka, hogy föld megemészti? Az én szent sebemmel te bűnöd mocskát lemoshassam ezzel sötétes ablakját. Nagy örömmel veszem szent véred hullását, hogy ezzel tisztelted én lelkemnek sarát. Miért fogadtál meg, ó édes teremtőm, kezekben akadál, kedves üdvözítő? Azért fogadtam meg, hogy te ellenségtől már meg ne fogassál lelki szerelemtől. Ó, annyira immár nem retteghet lelkem, vigadhat már bátran én érzékenységem. Látom, elhagyottál hív tanítványoktól. Egyedül maradtál kedves barátoktól. Ezzel én akartam Szentatyámnál néked igaz vallást tenni. Nem kell megijedni. Annyira immár nem retteghet lelkem, vigadhat már immár érzékenységem. Egyik tanítványod vízért megtagadott. Hogy engedhetted ezt, hogy tőled elpártolt? Elhagyattam, hogy te veled éljek. A világ végéig te veled legyek. Ó, bátor társaság veled nyájaskodni, mind világ végéig együtt már maradni. Te szent személyedre. Látom sok rúdságot, köbdöstek a zsidók utálatosságot. Ezeket azért szenvedtem, hogy te rúdságodat födözném, törölném azokat. Úgy is van. Gyakorta a lelkiisméretem a sok vétek miatt, de sokszor könnyezik. Súlyos ostoroktól szent felséget teste rútus szaggattatott, miért szenvedte el? Ezek az ínségek azért lettek rajtam, hogy téged megszabadíthassanak. Mivel te halálod a magos kereszten történt, úgy akartad, mi is mennénk ezen. Azért választottam keresztnek halálát, hogy mennyországnak inkább vennéd hasznát. Király fejedet a tövis korona. Ó, mely égtelenül agyad meghatotta! Nem egyebet jelent, hanem hogy dicsőségben fejedet koronázzam odaföl mennyékben.
két irgalmas keze. Hová nyújtottad ki, kell betegeket gyakran gyógyítottál? Azt ott terjesztettem két fele, nem másért, hogy drága lelkedet megölelhessem ezért. Drága szent fejedet, lehetve szemlélem, mértem az égre, talán nincs kegyelem? Nem lehet kedvesebb lelkednél innékem. Lehajtottam, megcsókolni szájam. Irtóztató módon, te szent oldaladat két felé nyitották, én már nem maradott. Úgy akartam azt ott két fele nyittatni, szememet szívedben egyben kapcsoltatni. Két hamis tévőnek közepette csüggesz. Ki vagy ártatlanság? Miért ezek közt függesz? Hogy atyám országában te is angyalaim közt felmagasztalhassál, mint én két lator közt. Ó, megmérhetetlen lehetett forrása. Ó, te megmérhetetlen szeretet forrása, irgalmasságodnak foghatatlansága, emberhez mutatott lelki buzgósága. Hogy térhet Istenhez, hogy ember legyen, megfoghatatlanság, hogy halandót tegyen, ő szenvedhetetlen, de mégis szenvedjen, örök dicsőségből gyalázatot vegyen. Mi ennek az oka, ó édes teremtőm? Ki öle meg téged, kedves ítvezítőm? Az én vétkeimből te voltál segítőm, igaz utaimra vezetőm, stérítőm. Magas mennyországból ki hozott le téged? Talán az ember? Nem az ember. Kik fogának meg téged? Talán a zsidók? Nem a zsidók. Ki osorozott meg? Talán a bosszúállók? Nem a bosszúállók. Hát, édes Jézusom, ki vesztel téged? Talán hamis vádolók? Nem. Talán a főpapok? Nem. Talán Pilátus? Nem Pilátus. Talán Heródes? Nem. Talán Annás? Talán Kaifás? Nem. Talán a hamis törvény? Nem a törvény. Nem más, hanem Ádám. Nem Ádám. Talán az ördög és Éva által. Nem az ördög és nem is Éva által. Én föl nem foghatom. Ki nem gondolhatom. Még egyet kérdeni, de azt nem mondhatom. Mégis. A szabad lész. Atyád akaratja. Az én atyámhoz jól mondod, nem érhet föl senki, mert ő Isten, meg nem ölhet. Ki lehet olyan, ki egy cselekedte? Mert mindjárt tudják, hogy minden élete édes Jézusunknak kereszten áll teste, mind mennyben és földön. Mondd meg, ki vesztette? Tovább nem fárasztom hiába magamat. Jaj, örökké sírok, megölték uramot. Ó, kész volt még veled mindjárás meghalni, ám bár még ezerszer megint feltámadni, mert elég gyötrelem nekem ezt hallani, hogy megölték. De vajon kik? Azt nem mondja senki. Igen, csodálkozom, fájdalom te rajtad, hogy föl nem foghatod, nem is gondoltad. Krisztust ki ölte meg? Hát nem hallottad? Megmondom én néked, szavaim hallgassad. Kérdéd, mennyországból miért hogy leszállott, s itt a földön miért kínosztatott? Tanítványitól, pénzért eladatott, Júdás barátjától kínosztatott. És miért zsidók kezébe, hogy akada? A mű bűneinkért végig, hogy marada?
Sok szenvedésiben nékünk elég példa, de nem ők. Nem ők ölték meg. Szükség hát más próba. Tudd meg bizonyosan, hogy aki megölte, szeretet volt az, ki nem engedte élni ez világon, mert annyira szerette, az ember lelkét annyira kedvelte. A szeretet ölte, ő is mennyországból hozta le fényes udvarából, mert abban kedvelte, az embernek lelkét annyira kedvelte. Mert lelket vett ember a Szent Háromságból. Annyira szerette Isten az ember lelkét, annyira kedvelte annak idvességét. Felhagyta ezért a saját dicsőségét. A szeretet miatt ontotta ki vérét.